A kreatív séf Nagy Eszter konyháját a konyha.hu álmodta meg. Az ételekhez a húst a széles húsüzlet biztosítja. Üdvözlöm Önöket! Ígértem a múltkori adásban, hogy mostantól érdekes embereket fogok Önöknek felsorakoztatni, megmutatni a műsoromban. Mai első ilyen vendégem a Cinkapanna Roma Kulturális Egyesület elnöke, Jakus László. Kedves László, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, nagyon örülök, hogy itt a konyhámban köszönhetem. Én köszönöm a meghívást. És mivel Roma Egyesületről lévén szó, úgy gondoltuk, hogy ma tipikusan roma ételekkel fogunk készülni, és roma kulturális ételeket fogunk megjeleníteni, ha létezik ilyen, tartsanak velünk! László, lehet-e mondani ilyet, hogy léteznek tipikusan roma ételek, vagy mert én megmondom őszintén, mikor tudtam, hogy Ön lesz a vendégem, elkezdtem utána járni ezeknek a dolgoknak, és gyakorlatilag hasonló, mint a magyaros ételeket találtam. Igen, ez igaz, ugye a cigányság tipikusan egy vándornép, és amerre vándorolt, azért azoknak az országoknak, népeknek a gasztronómiáját is valamilyen módon átvette. Én azt tudom mondani, hogy én is egyébként a műsorra készülve utána néztem a roma ételeknek, és tényleg nagyon-nagyon sok hasonlóság van ugye a magyar gasztronómia és a cigány gasztronómia, hogyha létezik ilyen között. Én saját tapasztalatból azt tudom mondani, hogy főként az ízvilág az, ami megkülönbözteti a két nép ételeit egymástól. Valahogy egy az, hogy zsírosabban, a másik az, hogy fűszeresebben főznek a cigány asszonyok. Nagyon-nagyon finom ételeket, tehát a legegyszerűbb ételt is meg tudják úgy spékelni idézőjelbe, hogy abból valami különleges kulináris élmény legyen, akár egy olyan embernek, aki még nem kóstolt cigány ételt. Nagyon jó. Akkor én arra gondoltam, hogy készítünk ezt a cigány, illetve hát cigány vajda pecsenyéjét. Sok minden információm nem volt róla, annyi, hogy uborka, hagyma, szalonna és paprika kell, hogy kerüljön bele, illetve sertéshús. És én azért ezt egy picit majd, ahogy aki ismeri és aki nézi a műsort, megpróbáljuk majd szebben tálalni. Én arra kérném, hogyha ezt ketté vágja nekem, én is fogok egy ilyen szűzpecsenyét, csak így keresztbe, akkor ezt körbe fogjuk először sütni egy jó forró serpenyőben. Azért, hogyha valaki meghallja az Ön nevét, én azt gondolom, vagy a Cinkapanna Roma Kulturális Egyesületet, akkor biztos, hogy hallott róla, én legalábbis hallottam róla. Ha jól tudom, ezt az édesanyjával közösen tervezték, vagy közösen ötletelték ki, hogy ez mivel is foglalkozon, illetve hogy létrehozzák ezt az egyesületet. 2005-ben alakult az egyesület, 2005. szeptemberében, alapvetően kulturális és hagyományőrző céllal. 2005. novemberében már meg is tartottuk az első rendezvényünket, az első Cinkapanna Roma Kultúrestet, és utána ezt minden évben, 10 éven keresztül meg is szerveztük. Viszont kiderült elég gyorsan, 2006 vége, 2007 elejére, hogy hát ez nagyon-nagyon kevés. A cigányoknak sokkal nagyobb segítségre van szükségük. Ezért elkezdtünk kidolgozni olyan projekteket, olyan programokat, ami a foglalkoztatás növelését célozta, a oktatás képzést, felnőtt képzést célozta, hogy így el tudjanak helyezkedni. Úgyhogy szép lassan összeállt nekünk egy roma integrációs csomagunk, amit azóta is folyamatosan valósítunk meg. Azért, ha lehet azt mondani, gondolom, ez nagyobb támogatottságot kap, hogy több részről is, mert azért az országnak is jó, hogyha a más is segíti ezt az elhelyezkedést. Igen. Vagy csak én gondolom, hogy nagyobb támogatottságot kap.
Hát azért annyira nem népszerű téma ez, hogy olyan sokan támogassák. Hál' Istennek azért vannak olyan hazai és európai uniós források, amik kifejezetten azt támogatják, hogy a romák társadalmi és munkaerőpiaci integrációja megvalósuljon. Lehet-e úgy olyanról beszélni, hogy egységes cigányság? Mert ha jól tudom, azért a cigányokat is több csoportba sorolják. Nem, nincs ilyen, hogy egységes cigányság. Magyarországon három kultúrcsoportba sorolják a romákat. Vannak ugye a muzsikus cigányok, vagy romungró cigányok, vannak az olá cigányok, illetve vannak a beás cigányok, teknővájók. Ez a három kultúrcsoport, nyelvükben is különböznek, kultúrájukban is eléggé tudnak különbözni. Így elkezdtek szépen körbepirulni a húsaink, majd itt a két végén én még felállítom, hogy egy picit itt is megpirítsuk őket. Ez arra jó egyébként, hogy bezárjuk a pólusait, és így nem fog kiszáradni. Tehát, hogyha így szépen körbesütjük, akkor utána is szaftos marad belül is. És mindjárt kihelyezzük őket ide. Addig, hogyha megkérem, akkor megteszi nekem, hogy ilyen jó vékony csikokra ezt a szalonnát felvágja, több szelet is. Én meg addig felvágom a hagymát, ez fog belekerülni legelőször. Lehet azt mondani, hogy a cigány ételeket még mondjuk az is jellemző, hogy nem kifejezetten ezek a pepecselős ételek, ezek a időt igénylő és munka folyamatot igénylő ételek, hanem ez az, amit inkább könnyebb összeállítani, és inkább kivárják, hogy elkészüljön. Igen, tehát egyszerűbb ételek, egyébként a roma ételeknek a többsége az nagyon-nagyon egyszerű. Ez többek között abból is adódik, hogy olyan alapanyagokkal főznek, amik bármelyik nem spájzban, kamrában megtalálhatók, tehát nagyon szeretik a krumpli ételeket, a különféle sülteket, húsokat, akár a lecsót, a pörköltet, tehát ezeket az alapvetően egyszerűbb ételeket, amik nem feltétlenül olyan pepecselősek. Szokott egyébként főzni? Hát ritkán szoktam, tehát így főként sült húsokat, pörköltet, nagyon szeretem mind a kettőt, ugye azt szoktuk mondani, hogy a cigányok azért ilyen barnák, mert jó sok pörköltet esznek. Igen, azt mondják, ezt még nem hallottam. Igen, így magunk között. És van kedvenc étele? Vagy amit szívesen készít, vagy a kettő különbözik? Tehát, hogy amit szívesen fogyaszt és készít esetleg? Tehát ezek a pörköltesebb ételek? Igen. Hát például nagyon-nagyon szeretem a körömpörköltet. Hát az egyik nagy kedvencem. Azt mondjuk én is, bár nem, rajtam nem látszik, de rajtam nagyon igen. Szeretem. És egyébként a romák elsősorban sertéshúst használnak főzni, vagy változó? De azt hiszem, inkább azt szoktuk, igen, ugye? Igen, elsősorban sertéshúst. Azért, mert hogy a szaftosabb, zsírosabb és jobb az íze, ugye? Hát meg hogyha meggondoljuk, végülis szeretik a csirkehúst is. Éppen amikor amilyen húst kaptak, vagy hús olcsóbb volt, ugye a sertéshús az ilyen szempontból olcsó volt, főleg ugye a zsírosabb rész, és talán azért is alakult ez így, hogy zsírosabban főznek. A paprika egy részét is bele fogom tenni, de csak azért egy részét, hogy maradjon bennekünk a végén egy kicsit ilyen ropogósabb, meg színesebb elem, hiszen az egész, hogy pürévé összefőne, akkor nem lenne ilyen szép színes, mint ahogy itt a paprika látszik, hogy milyen színes.
Jellemző, hogy szeretik a cigányok a csípős ételeket? Igen. Mégis a paprikásokat azt szeretik, ugye? Igen, 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 szeretik nagyon. De hát ez is ugye embere válogatja, tehát... Ja, persze. Láttam én már olyan cigányt is, aki nem bírja. Szereti. Látom, már nekem is kedvenc ételem lett, mert jó színes, és nagyon jó ízlete van. Igen, igen. Köszönöm. Picit lefedem, és akkor ide majd rá fogom rakni ezt a húsokat. Addig, amíg elkészül nekünk, én egy köretet csináljunk hozzá, nem tipikus köret, de olvastam, hogy a cigányok csinálják ezt a cigány kenyeret, ami gyakorlatilag olyan, mint a rendes kenyér, csak nincs benne élesztő, igaz? És a vaslapon szokták vagy a megsütni. Hát most vaslapon nem fogjuk, vagy a főzőlapon sem, viszont serpenyőben megpróbáljuk ezt majd kisütni, úgyhogy ehhez én egy lisztet össze fogok dolgozni kevés vízzel, sóval, és akkor így sütjük meg, igaz? Jól tudom. Tudom, hogy jól csinálom-e, vagy ön csináltam már ilyet. Én megmondom őszintén, hogy ezt a kenyeret én így még sose készítettem. Készítettem már többször kenyeret, de ezt a tipikus cigány kenyeret még sosem. Reméljük, hogy nem lesz rossz. És a nézők számára láttára készül itt első körben. Hát még sosem csináltam. Látni láttam már, hogy hogyan csinálják, úgyhogy ez a eddig stimmel. Eddig stimmel, jó. Egy cigány kenyérnek hívják, akkor van más neve is? Vagy ismer más nevét esetleg? Hallottam már, hogy nevezik bodaknak is a cigányok, de amennyire én tudom, végül is minden népnek a konyhájában van egy ilyen vakaróhoz, bodakhoz hasonló igen. Étel. Hát itt a cigányoknál, hogyha jól tudom, akkor bodaknak hívják. Hát még egy dolog ugye nem került bele, az uborka, azt most gyorsan így beledobálom, és az egyik ilyen kis lepényünk el is kezdett szépen sülni. Olyannyira tetszik nekem, hogy szerintem én ilyet fogok gyakorlatban készíteni itthon, mert nagyon-nagyon egyszerűnek tűnik, és olyan szimpatikus, hogy azért ropogós. Majd kiderül, hogyha megkóstoljuk. Ilyen gyorsan elkészültünk. Kivettem közben a húsokat, mert én ezt külön szeretném majd felvágni. Hát megmondom őszintén, nekem ez egy nagy meglepetés volt, és én nagyon örülök neki, hogy ezt így elkészítettük. Úgyhogy tálalhatunk. Nekem ez nagyon szimpatikus étel, szerintem a gyerekeim is szeretni fogják, úgyhogy biztos, hogy majd nekik is el kell készíteni. Még igazából gyors, meg olyan jó illata van, meg biztos, hogy ízletes is. Most önök nem érzik az illatokat, de érdemes megcsinálni, vagy elkészíteni. És akkor veszek egy szimpatikusabb húst, mondjuk bármelyiket megérjen ez. És én egyszerűen csak így megvágom. Hogy ne legyen ilyen unalmas, vagy ezt kicsit elveszem ezt a kanalat, hogy nem is unalmas, mert én nekem már ez így is szenzációsan néz ki.
rakok már egy kis tejfölt. Tejfölt fogyasztanak egyébként, szoktak tejfölösen a cigányok, vagy inkább nem? Akkor nem teszek. Egy-két ételnél szoktak, úgyhogy... Egy-két ilyen pöttyöt rakok csak akkor ide. Ez a fél megoldás, hogy azért legyen is rajta. És akkor, amit én még szoktam díszítéshez használni, ez csak sima zöld olaj, ilyen petrezselyem olaj. Picit megszórhatjuk akár a tányért, ez egy darált oliva, fekete olajbogyó leszárítva. Egy pici sót, mivel annyira nem sóztuk agyon a húsunkat. Egy kicsi, ilyen, akár ide rakhatunk, de melyik is. Hát én nagyon kíváncsi vagyok milyen, de remélem, hogy ízleni fog, és jó étvágyat kívánunk! Remélem, hogy ebben az elgondolásban is tetszett ez a vajda pecsenyéje nevű étel. Igen, újszerű volt, de nagyon finom. Amivel nagyobb gondban voltam, azok a desszertek, amikor keresgéltem. Gyakorlatilag nem azt mondom, hogy egyetlen desszertet sem találtam, de egyet talán, amire azt mondták, hogy ez egy rétes, egy cigány rétes. Ez egy túrós rétes. Gondolkoztam előtt, hogy miért rétes, mert réteslap nincsen benne. Igen, érdekes, a cigányoknál vagy nincs, vagy nagyon-nagyon kevés édesség van. Erről a cigányrétesről én még nem hallottam, úgyhogy én is kíváncsian várom, hogy mi lesz a végeredmény. Hát remélem, hogy nem fognak meglincselni, és remélem, hogy jól nyomoztam, hogy létezik ez az étel. Nagyon egyszerű, igazából ez egy lepénynek mondanám én. Tojást kell felverni habosra, nem kell külön választani őket, úgyis fel lehet verni, csak akkor kicsit tovább kell verni. Teljesen habosra kell verni, így kerül majd bele, nagyon minimális, amin meglepődtem, tehát nem egy hízlaló étel. Liszt, buzodara, egy kicsi sütőpor, kicsi cukor és túró. És amikor kicsit hagyni kell állni, hogy a buzodara megszívja magát és meg kell sütni. Én, amit még teszek bele egyébként most, meg én azt gondolom, hogy jó bele egy kicsi vaníliás cukor is, és azért, hogy ne legyen ez majd ilyen unalmas, egy kicsi lekvárral fogjuk tálalni. Mert ilyen habos lett ez. Szokott az lenni a probléma, ugye, amikor valaki mondjuk egy piskótát készít, hogy ha mondják, hogy válasszuk külön a fehérjét meg a sárgáját, és hogyha a sárga vagy a fehérjébe bármi belemegy, akkor nem lehet habosra felverni. Na most, hogyha ilyen történik, akkor nyugodtan rakjuk össze a kettőt, és akkor is ilyen habos lesz, gyakorlatilag csak kicsit tovább kell verni. Na, amikor ennyire habos, akkor kerülhet bele nekünk a buzadara. Nem kell sok, körülbelül két evőkanálnyi. Akkor a porcukor. Rakok bele sütőport és vaníliás cukrot. Sütőporból csak egy nagyon keveset, hiszen ez is elég habos nekünk, tehát így is elég levegős ez a tészta. Még egy pici liszt, és akkor, mikor ezt összekevertük, akkor kell a túrót beletenni. Egyébként a túróval már olyan sokáig nem kell keverni, hogy ne törjük azért annyira össze. Egy picit keverjük, de ne legyen teljesen pépes, hogyha azok a túró darabok felelhetők benne.
gyakorlatilag így néz ki ez a cigány rétes masszánk, és ez fog belekerülni, hát vagy egy kivajazott serpenyőbe, vagy egy formába. Én most sütőpapírt tettem bele, és akkor így sokkal egyszerűbb lesz, és akkor beleöntöm ezt. Azt szokták mondani, egy pár percet jó, hogyha várunk, mielőtt berakjuk a sütőbe, hiszen a buzadara azért még kemény, és akkor így meg tudja magát szívni a tojásból. Szerintem az ízvilága miatt olyasmi ez, mint egy túrós rétes, bár a rétes leveles tésztája az nem kerül rá, de nem kerül bele ebbe a desszertbe. Én egyébként nem bánom, mert egy tök egyszerű desszert, én ezt már kipróbáltam, és nekem nagyon íz lett. És egyébként erre is jellemző, hogy nem annyira édes. Legalábbis a recept szerint, amit írtak bele, az nem egy olyan mennyiségű cukor, amitől ez édes lesz, szóval akár ezt kapros túrosan is el lehet készíteni. És hogyha így megvagyunk ezzel, akkor így kerül majd be a sütőbe, addig, amíg készre nem sül. Hallottam, hogy van egy olyan programjuk is, ami a fiatal lányoknak, hogy minél tovább iskolában vagy iskolázottak legyenek, arra irányul. Ez mit akar igazából, hogy jellemző, hogy azért korán szülnek a roma lányok, ugye? Miből fakad? Főleg a hagyományokból, a kultúrából jövő dolog, ez ellen próbálunk meg egy icipicit küzdeni. Bár tiszteljük ugye a saját hagyományainkat és a saját kultúránkat, viszont azért vannak olyan elemek ebben, ami a modern világban nem biztos, hogy megélnek. Többek között ez a korai házasság, a korai gyerekvállalás, és emiatt ugye, ha a 14-15-16 évesen egy gyereket vállal, például egy roma lány, akkor az egész életét meghatározza, mert akkor ott hagyja az iskolát, és emiatt nem lesz végzettsége, amivel később akár pontosan nem tud pénzt keresni. Ezért indítottunk el egy programot Nógrád megyében, ahol 30 roma lánynak próbálunk meg úgy segíteni, hogy különféle ilyen mintákat, példaképeket mutatunk meg roma nőkből, akik sikeresek lettek, tanultak és sikeresek lettek, tehát nem hagyták ott az iskolát. És vevők erre? Tehát, hogy nyitott fülekre találnak? Vagy szívesen részt vesznek ebben a programban? Igen, túljelentkezés volt egyébként a programra, hál' Istennek. De tehát meg kellett szűrnünk ugye a hátrányos helyzet, főként a hátrányos helyzet alapján, illetve a veszélyeztetettség alapján a lányokat, és nagyon-nagyon szeretik, nagyon szeretnek járni. Ugye 6 mentor foglalkozik nők, felsőfokú végzettségű, illetve középfokú végzettségű nők foglalkoznak velük 5 fős csoportokban, és akkor vannak olyan csoportfoglalkozások, ahol mindenki ott van, és akkor különféle kirándulásokat tervezünk többek között azokhoz a roma asszonyokhoz, akik már valamit elértek az életben. Akkor lássuk, hogy hogyan áll a süteményünk, vagy hát a rétesünk. Körülbelül ilyennek kell lennie. Megpróbálhatjuk kiburítani is, hát ha a másik fel az még szebb. Jó pofa, nekem tetszik, főleg, hogy viszonylag könnyű. Hiszen a sok háziasszonyt azért az visszatart, hogy ha valami bonyolultabb ételt készítünk, akkor nem szívesen készíti el. Remélem, hogy ez nem ezek közé fog tartozni. És egy kicsit hűl, akkor felvágom. Én azért rakok alá egy kis lekvárt, hogy ne legyen ez ennyire se színben, sem ízben unalmas, bár én nagyon szeretem a túrós ételeket.
Hát remélem, hogy ez is ízleni fog, és nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy ennyi elfoglaltság mellett elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. Sok sikert kívánok a többi pályázathoz, és hát ehhez az egész programhoz, amit képviselnek. És önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak. Két hét múlva ismét találkozunk. A kreatív séf Nagy Eszter konyháját a konyhapont álmodta meg. Az ételekhez a húst a széles húsüzlet biztosítja.